A kormány korábbi bejelentése alapján Széchenyi Kártya program Max néven folytatódik a hazai KKV-szektor versenyképességének elősegítését és tartós növekedési feltételének megteremtését szolgáló államilag támogatott hitelprogram. A kormányzat fontosnak tartja, hogy a Széchenyi Kártya program keretében a kis- és középvállalkozások kedvező feltételrendszerű támogatott finanszírozási forrásokhoz jutásának folyamatos biztosítását, írt a hírlevelében a helyi iparkamara. A Covid problémákra létrehozott Széchenyi Kártya Go ugye lezárásával elindult egy hónapos csúszással a Max termékek. A kormány és a Kavosz megállapodása alapján várhatóan jövő héten el lehet kezdeni a hitel és leasing kérelmeket beadni az irodák felé. Ugye új termékek a Max névvel jelöltek. Ilyen a folyószámlahitel Max a napi működési költségek biztosításához, aminek nettó kamata évi fix 3,5%. Likviditási hitel Max szabad felhasználású forgóeszközhitel a vállalkozás működéséhez, aminek szintén 3,5% az éves kamata. A Széchenyi beruházási hitel Maxhoz fix 1,5%, illetve energiahatékonyság javítást és technológiaváltást segítő hitel célok esetén évi fix 0,5%-os kamattal lehet hozzájutni. A Széchenyi Kártya folyó számla hitel és a likviditási hitel az 250 millió forint a maximum, a beruházási hitelnél pedig 400 millió forint a maximum keret. Ugye az elmondott hitelkamatok igencsak a piaci áralat vannak, tehát ez mindig egy kedvező konstrukciónak számít a piacon. Bevezetésre került a Széchenyi energiakártya is. Ez az energiaválság által érintett vállalkozások által igényelhető egyéves futamidővel és a normál folyószámla hitelrészhez képest még kedvezőbb, évi fix 1% nettó kamattal.